Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Adventi várakozásunk utolsó vasárnapjához érkeztünk. Minden gyertya lángra lobbant a koszorún, jelezve nagyon közel a karácsony. Egyházunk ezt a vasárnapot az Ószövetségi Atyák tiszteletére szenteli. A liturgián Szent Máté evangéliumában a nemzetség táblát, azaz Jézus családfáját olvastatja az egyház. Így összegzi az evangélista. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. A 14-es számot a héber betűkkel írjuk le, DVD, vagyis Dávid király nevét adja ki. Máté evangélista a nemzetség táblában a 14-es szám hangsúlyozásával azt akarja igazolni, hogy a születendő Jézus nem más, mint Dávid fia, a megígért messiás. A proféták, a zsoltárok, az ószövetségi írások ébren tartották Izrael népében a messiás várást. Az élethelyzetükkel elégedetlenkedők nagy királyt vártak, aki megszabadítja őket a megszálló rómaiaktól, aki jólétet, gazdagságot hoz az országra. A vallásos lelkületűek nagy főpapot reméltek. A tetrekészek, a tenni akarók pedig tüzes lelkű próféta után sóhajtoztak. Várták a messiás királyt palotába, nagy főpapok prófétai sarjok otthonába, arra azonban senki sem gondolt, hogy egy szegény názáreti lány szüli majd világra, és egy ácsmester lesz a gondozója. Máté evangélista a nemzetség tábla után így folytatja írását. Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, is ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, egy így cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Észrevettük a fordítást. Mária áldott állapotba került, és nem terhes lett. A megfogant élet nem teher, még akkor sem, ha József esetleg eltaszítja magától. A gyermek Isten áldása. A nő a gyermek által lesz anyává, életadóvá, a Teremtő Isten segítő munkatársává. Egyik idős híven mesélte, hogy amikor három kislány után kiderült, hogy ismét gyereket várj, férje azt kérte, hogy vetesse el. Ő ennek ellenére megtartotta. Fiú lett. Öreg napjaira, amikor özvegyen maradt, a megmentett fiú vette magához, és gondozta nagy szeretettel. A fiú Isten áldása lett édesanyja számára. Jézus is Isten áldása lett, de nem csak az édesanyának, hanem az egész emberi nemnek. Az angyal azt üzente Józsefnek, hogy a születendő gyermeket Jézusnak kell neveznie. A szó jelentése szabadító. A karácsonyi ikonunkot, ha alaposan szemügyre vesszük, feltűnik, hogy Jézus jászla inkább koporsóhoz, szarkofákhoz, bójája pedig halotti gyolcshoz hasonlatos. Az ikon teológiája hirdeti, Isten fia azért lett emberré, hogy a bűn által elesett emberi nemet halála által szabaddá tegye. Jézus betöltötte neve jelentését, az emberiség szabadítójává,
Isten áldásává lett. Mi is kaptunk egy nevet, keresztény, vagyis Krisztust követők vagyunk. Milyen jó lenne, ha mi is beteljesítenénk ezt a nevet, és Isten áldásává lennénk.